100 éves a Tornyai Schossberger kastély, amely ma a Vörösmajor Lőrinci szakközépiskolának ad helyet egy gyönyörű parkos környezetben. Az építtető család a kiegyezés körüli időkben nemesi rangot kapott. Nem csak a kastélyépület tekintetében, de a cukor- és a malomiparban is maradandót alkottak, ami egy évszázadra megélhetést jelentett a lőrincieknek és a környékbelieknek. Ünnepelünk. 1923-ban a cukorgyárnak, a tégagyárnak, a Zsófia Malom résztulajdonosának és mezőgazdasági területek tulajdonosának az ötlete alapján a családnak építette fel ezt az épületet. Háromszintes épület, 100 éve itt áll. Nem műemlék, de nagyon vigyáz rá az iskola, és erre mi büszkék vagyunk. Nagyon magas színvonalú szakképzés folyik itt, nagyon magas színvonalú oktatás. Ez köszönhető az itt dolgozó pedagógusnak, pedagógusoknak, igazgatónőnek, Korolyán Erzsikének, aki nemrégen neves állami kitüntetés vehetett át. Én gratulálok. Gratulálok mindenkinek, gratulálok az intézménynek, az iskolának, és gratulálok a 100 éves épülethez. Azt kívánom, hogy sokszor 100 év legyen még a következő időszakban, és találkozunk néhány száz év múlva megünnepelni ugyancsak ezt a kastélyt. A kastély túlélte a malmot, a cukorgyárat, most pedig falait diákok népes tábora tölti meg élettel. Parkjában pedig helyet kap a Richter Anna tanösvény és mezítlábas park. Ez alkalomból a HMSC március 15 technikum szakképzőiskola és kollégium diákjai műsorát követően az iskola közössége emléktáblát avatott a jubileumi ünnepségen, amelyen tiszteletét tette többek között Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Vig Zoltán lőrinci polgármestere, Nagy Zoltán a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal államigazgatási elnökhelyettese, valamint Bóna Róbert visontai bányaigazgató is. A márványlapot és az egész épületet Széles László plébános szentelte meg.